Andó László pedagógus pályáját magyar történelemszakos általános iskolai tanárként kezdte, később történelemszakos általános bölcsész, magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanári egyetemi végzettséget szerzett. Önképzését fontosnak tartotta, így megszerezte a közoktatás vezetői szakképzettséget, valamint a színháztudományok mestere címet. Szakmailag rendkívül jól felkészült, a tanulóival és önmagával szemben is igényes nevelő volt. 2006-ban az egykori Dózsa György ifjúsági klub helyiségeiben állandó játszóhelyet teremtett Pince Színház néven a patkósírba Művészeti Iskola tanulóinak. Hitte és vallotta, hogy a művészeti nevelésnek központi szerepe van az emberek életében. A tanítványokból merítem mindehez a hitet, amit ők képesek véghez vinni, az mindenért kárpótolja az embert, nyilatkozta egykor. Az elmúlt években több nagyszabású, sokszor több mint száz diákot megmozgató teltházas színházi produkciót vitt Szívügye élete legfontosabb célja az volt, legyen végre önálló épülete az iskolának. Nem is olyan régen sosem látott közelségbe került a cél, amikor a város képviselőtestületétől megkapták a volt laktanya egyik épületét. Az iskola felépülését már nem érhette meg. Andó László a város kulturális életében kimagasló szakmai munkája, magas színvonalú értékteremtő, közvetítő és támogató tevékenység elismeréseként 2013-ban vehette át a Ceglédváros kultúrájáért kitüntetést. Utolsó rendezését az idei színházi világnapon láthatta a közönség. Több alkalommal is teltház előtt mutatta be az iskola a megfeszített című rockoperát. A számára legfontosabb közösséggel, diákjaival és tanáraival akkor állhatott utoljára együtt a színpadon. Andó Lászlóra július 1-én pénteken 19 órakor csendes gyertyagyújtással emlékeznek a Török János iskola előtt. Andó Lászlót, Ceglédváros önkormányzata, a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi iskolával közösen saját halottjának tekinti.